Új alapokra helyezve, új feladatrendszerben működik tovább a Magyar Honvédség egészségügyi központja. Ennek részleteit a szervezet állománygyűlésén ismertette Benkő Tibor honvédelmi miniszter és Koron Ferenc vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka. Mint elhangzott, a központ parancsnoki teendőket a jövőben dr. Kopcsó István orvosdandártábornok, a Magyar Honvédség egészségügyi főnöke látja el, helyettese dr. Muzsai Ildikó orvosezredes lesz. Professzor dr. Vikonkál Norbert a Honvéd Kórház főigazgatójaként folytatja munkáját, dr. Gondos Miklós főigazgató helyettes segédletével. Az egészségügyi központ mind vezetésében, mind felépítésében megújul. A név a korábbi, de a szervezet új feladataiban és képességeiben is bővül. A speciális irányítás megszüntetésével a Magyar Honvédség alárendeltségébe kerül a magyar egészségügy gyöngyszeme, melyre mindannyian méltán lehetünk büszkék. Az állománygyűlésen, amelyen jelen volt Vidoven Árpád közigazgatási államtitkár is, Benkő Tibor honvédelmi miniszter hangsúlyozta, hogy a változás továbbra sem azt jelenti, hogy a különböző ellátási formák elkülönülnének egymástól. A Honvéd Egészségügyi Központ elöljáró szerve a Magyar Honvédség parancsnoksága és a parancsnokor. A Honvéd Kórház elöljárói szerve a Honvédelmi Minisztérium, tehát a Honvédelmi Miniszter irányítás alatt működik. Ezt a jogkört én pedig átruháztam a Vidoven államtitkár úrra. Ez nem kettősség, hanem párhuzamos feladat végrehajtás és egymás munkájának a segítése. Azt kívánom, hogy minél előbb, minél eredményesebb, sikeres munkát tudhassunk a hátunk mögött. Az állománygyűlésen elhangzott, a megújuló egészségügyi központ a prevenciótól a rehabilitációig biztosítja a speciális egészségügyi feladatok teljes spektrumát. A Magyar Honvédség minden csapat egészségügyi ellátást végző szervezeti eleme az egészségügyi központ szakmai irányítása szerint hajtja végre feladatait. Több, eddig önállóan működő városi kórház is a központ szakmai irányítása alá kerül, elsősorban gazdasági működés és személyzeti munka tekintetében.